Krisztusban szeretett testvéreim, nagybőti időben nem szabad eltérnünk az olvasmányos rendtől, és a homíliának is ehhez a tanításhoz kell alkalmazni, akármilyen rendkívüli esemény is van, mint például most ennek a térnek és környezetének a megáldása, illetve érte való hálaadás. Ebben a nagybőti időben a több imádság és önmegtagadás mellett a mai olvasmányok fölhívják a figyelmünket arra, hogy jobban kell gyakorolnunk az irgalmas szeretetet is. A Szentírásban több helyen is olvashatjuk, hogy az irgalmas szeretet befödi a bűnök sokaságát. Sőt, Krisztus mások bűneinek megbocsátásától tette függővé a mi bűneink bocsánatát is. Mint általában a szeretetnek, az irgalmasságnak is két iránya van. Az egyik az adás, vagyis az adakozás, és a másik a megbocsátás annak, aki ellenünk vétett, de megbánta, bocsánatot kér, és igyekszik jóvá tenni a bűnét. De a bocsánat kérés is ide tartozik, mert azt is meg kell vizsgálni, hogy vajon mi bocsánatot kérünk-e mások megbántásáért, és igyekszünk-e vétkeinket kiengesztelni és jóvá tenni. Nagyon komolyan kell vennünk, hogy bűnbánati gyakorlatunk és vallásosságunk nem csak hogy értéktelen, hanem visszataszító. Ha arra használjuk, hogy megszökjünk a tetteinkkel járó felelősség elől, súlyos tévedésbe esünk, ha azt hisszük, hogy amikor az emberek ellen vétkeztünk, akkor ahelyett, hogy köztük és bennük tennénk jóvá azokat a károkat, amelyeket nekik okoztunk, inkább az Istenhez fordulunk, mert úgy gondoljuk, hogy vele könnyebben elrendezhetjük vitás ügyeinket, vétkeinket. És jól jegyezzük meg, a mai evangéliumban Jézus erről is beszél, hogy a rágalommal okozott kárért, becsületbeli kárért is kártérítés jár. Természetesen azokért a károkért is, amelyeket hivatásbeli munkánk elhanyagolásával okoztunk, nem is beszélve arról, amikor igazságtalanul megrövidítettünk másokat. Jézus nem azért jött, hogy az Atya nevében megbocsásson olyan bűnöket, amelyeket testvéreink ellen követtünk el. És arra is nagyon komolyan felhívta a figyelmünket, hogy aki a testvérét bántja, az az Atya ellen is vétkezik. És az Atya szereti a bűnösöket is. Jézus csak annak hozta meg az Atya bocsánatát, aki elszánta magát arra, hogy vétkét testvérével szemben is jóvá teszi, azzal, hogy amennyire ereje és lehetősége engedi, és persze a testvére is engedi és készséges, újjáépíti a testvériséget azzal, akit megbántott. Hallottuk az ószövetségi olvasmányban és az evangéliumban is, hogy a felebarát tisztelete, szeretete és a békesség megteremtése fontosabb, mint az áldozat bemutatás. Ezért, ahol sérelem van, azt előbb jóvá kell tenni, és csak utána lehet Isten elé járulni az áldozattal. És Jézus még tovább megy.
az ártó szándék és az ellenségeskedés gyökerét is ki akarja írtani. Ezért már az is elítélendő, ha valaki gúnyos, megvető szavakkal illet másokat, hiszen a harag és gyűlölködés ilyenekkel kezdődik. Bátorító, hogy Jézus ebben a látszólag minden emberi előtt fölülmúló vállalkozásunkban sem hagy magunkra minket. Mert ahogy békességet szerzett köztünk és az Atya között, úgy békességet szerez közöttünk is. Vagyis megsegít minket abban is, hogy testvéreinkhez visszataláljunk. Ne mondjunk le egyetlen testvérünkről sem, hogy reménytelen esett. Jézus azt mondta, hogy megkönnyíti azokat, akik terheket hordoznak. A megbocsátás teherletétel. Ha sikerül elhagyni a bosszú vágyat, a neheztelést, a sértődöttséget, a sérelmeket, akkor majd megszabadulunk az akadályozó terhektől, és megkönnyebbülten haladhatunk az örök élet útján. Amen. Istenünk, a mai napon hálát adunk a te segítségedért, hogy sok munka és anyagi áldozatok árán befejeződhetett a Ferenciek terének és környékének a felújítása. Ennek a térnek mi ferencesek 1238 óta lakói vagyunk, és 1876-ban, amikor előzőleg már átadtuk a kolostor területét botanikus kertnek, 1876-ban kolostor helyén akkor épült föl az egyetemi könyvtár is, tehát a térnek ezt a teljes oldalát addig mi laktuk. Ezért szívügyünk és nagy hálánk nekünk külön ferenceseknek is, hogy ez a tér most újra visszakapta azt a szerepét, amit betöltött évszázadok alatt. A hálánk mellett áldását, Isten áldását kérjük azokra is, akik ebben a munkában részt vettek, és egész nemzetünkre.